action. Yeah, we make them all believe. Vagyunk Tápió Bicskén, motocross versenyen. Nagyon jó előkészítették a pályát, a héten nagyon sok eső volt, azt gondoltuk volna, hogy elég sár lesz, de nagyon jó munkát végeztek, pont jó a talaj, jó a pálya, jókat lehet majd szerintem tekerni, egy jó verseny elébe nézünk. Múlt héten szupermotó volt azelőtt, meg Lackháza, nem sokat mentem. Igen, vannak a jó barátom, amik a bestmoto.eu-sok, a Palócring, és ő mondta, hogy van lehetőség erre, hogy induljak szupermotón az ő motorjával, és akkor Lajos Bá is megengedte, hogy az őszíneikbe menjek ott a szupermotón. Régebben, amikor 85-ben voltam, akkor pár versenyen mentem, de most elég sok év kimaradt. De nekem amúgy mindegy, hogy mind megyünk, csak a lábam ne érje a földet. Szeretek minden, ami motor, kettő vagy négy kereke van, és ami lehetőségem van, azt próbálom kihasználni és menni. Eljöttem rajtból harmadiknak. A futam közepére egy picit megtorpant a tempóm, de a futam végére sikerült összeszednem magam, és így beértem a második helyen. Meg vagyok elégedve ezzel a futammal, és reméljük, hogy a következő futam is ugyanilyen jó lesz. 2020-21-22-es évben inkább a Balkán bajnokságra koncentráltam, amit meg is nyertem MX2-ben tavaly és tavaly előtt. Így hiányoztam innen. Viszont idén kevés verseny van, és úgy döntöttem, hogy szeretném itt is megpróbálni magamat. Kikivel meg a Mimóval csatáztunk, sikerült megelőznöm őket. Erik volt előttem, már sajnos nem bírtam fölzárkózni, tartottuk azt a 7 másodperc körüli távolságot egész utamba. Hát sajnos nem voltam előnyben a kis motorral, a nagyugró az annyira nem kedvezett neki. Kétszer-háromszor bírtam tisztán átugrani, futam nagy részében mindig csak rövidre bírtam ugrani. Igazából van a motorban egy jó teleszkóp, az meg kidolgozza. Ez a dolga. Tápió Bicske egy tradicionális helyszín, nem csak ez a pálya, hanem a régi pálya is az volt, tehát a Tápió Bicske Egyesület most már több mint 20 éve rendez versenyeket minden évben, tehát soha nem mondtak le egy versenyt, csak mindig a legnehezebb körülmények között is megcsináltak, helytáltak és kiváló rendezvényeket hoztak össze, úgyhogy ez egy tök alap dolog volt, hogy ide versenyt fogunk hozni, illetve nem elhanyagolandó szempont, hogy Magyarország talán egyik legnagyobb ugratója itt van ezen a pályán, úgyhogy itt azért bőven van mit nézni a nézőknek. Az idei évben talán az egyik legjelentősebb változás, hogy létrehoztunk ezt az úgynevezett elit bajnoki rendszert, aminek az egyik lényege az, hogy egy picit talán szalonképesebb és jobban marketingezhető elnevezést kapott a magyar bajnokságnak a király kategóriája. Másrészt pedig lehetőséget biztosítunk a tehetségesebb amatőr versenyzőknek arra, hogy elindulhassanak az elit versenyeken, anélkül, hogy elveszítenék a lehetőséget arra, hogy utána később versenyezzek a saját kategóriájukban. Jó tesz a mezőnynek is, mert egyrészt nagyobb a létszám, másrészt úgy gondolom, hogy a sportolóknak is ez egy pozitív dolog, mert tudnak egy keményebb mezőnybe fejlődni, és esetleg kedvet kapnak ahhoz, hogy állandóan itt induljanak majd.
Minden két start elég rosszul sikerült, melós volt a közepe, nehezen tudok előzni, valamiért beragadok a versenytársaim mögé, és nem tudok valamiért nem tudok robbantani. Hát ezen kell dolgoznunk a közeljövőben. Dobogos lettem, egész jó, elégedett nem vagyok, de ez így sikerült, menjünk tovább. A második jöttem el a Bence után, a első pár körben megnyomtam, próbáltam megelőzni, nem találtam rajta fogást. Már egy kicsit visszavettem, utolértük a körözötteket, az kizökkentette Bencét, hibázott párat, akkor utol tudtam érni. Aztán megint volt egy kisebb hibája, azt ki is használtam, elmentem, és akkor utána bejöttem. De mondom, nem nagyon volt már jön, aztán próbáltam a sima éveket keresni, meg spórolni, de a többiek is elfáradtak, úgyhogy nem volt gond.